A ballagások időszaka június. A Szikszai György református óvoda és általános iskola is ünneplőbe öltözött a diákokkal és a pedagógusokkal, valamint a családdal együtt. A nyolcadikos osztály 26 tanulója egymás vállát fogva sétált át a templomba, ahol tovább folytatódott a ballagási ünnepség, amelyen részt vett Farkas Éva Erzsébet polgármester és Mágori András József önkormányzati képviselő. Stefán Zoltán református lelkész egy bibliai igerésszel köszöntötte a megjelenteket, majd Bertus Barca Csabáné mondott beszédet, amelyben elmondta jó kívánságait. Gondolkodtam rajta, hogy mivel is bocsássam el őket, és azt mondtam, hogy a szeretet soha el ne fogjon. Mindig szeretetben éljenek, szeretettel forduljanak a társaikhoz, és éppen azokkal, akik azt a közös utat járják. Nyilván ez hullámzó. Van, mikor jobban tudják tartani, van, mikor kevésbé, de arra felhívtam a figyelmet, hogy soha ne egyedül, mindig együtt és valamilyen társal járják az útjukat. Az osztályfőnök Mezei László volt, aki pályakezdőként kezdte az oktatási intézményben, és már a harmadik osztályát ballagtatja. A pedagógus megosztotta, hogy milyen volt az összeszokás a gyerekekkel, és milyen gondolatokkal láttál a nyolcadikosokat. Fölsőbe lettem az osztályfőnökük, hatodik osztálytól. Gyakorlatilag az első egy héten kirándulni voltunk, úgyhogy ott rögtön össze is szoktunk, de egyébként edzéseken is már ismertem őket. Utána kicsit gyakrabban találkoztunk, mert találkoztunk történelmi órán, biológia órán, testnevelés órán, edzéseken, de nagyon jó osztály volt. Próbálják megvalósítani az álmaikat, amit kitűztek célul. És hát most lehet, hogy közhely, de legyenek boldogok, mert az meg talán még fontosabb, meg emberek legyenek. Az osztály átlaga 4 egész fölötti, és szó esett arról is, hogy a fiatalok többsége gimnáziumban vagy technikumban folytatja tanulmányait. 5 diák pedig szakképzésben képzeli el a jövőjét. Pitti Izabella több kedves emlékkel is gazdagodott az elmúlt évek során, amelyeket televíziónkkal is megosztott. Nagyon jól éreztem magamat, nagyon jó iskolaközösség volt, az osztály is szinte egy családdá nőtte magát, a tanárok is nagyon kedvesek és segítőkészek voltak mindig velünk. Nagyon sok alkalmunk volt versenyre járni, vagy kirándulni. Például most nem rég voltunk Törökországban a cserediák programmal, amit nagyon élveztem, és nagyon jó volt. Én szerepeltem már matematika, magyar és angol versenyben is. Angol versenyben voltam már országos versenyen is. A ballagás végén pedig az osztályfőnökkel együtt a ballagók megkapták a tarisznyájukat.